az akarat, de így tud dönteni, és én, ha kérdezem, miért hirtelen hallgat, s nem felel senki sem. De én, István, akit nemzettél, atyám, én most esküszöm, hogy számíthatsz reám. A több ezres tömeg Pakson együtt énekelt Feke Pállal, aki az ország szeretetét egykor az István a király rockopera címszerepével nyerte el. Magyarország egyik legismertebb musical színésze Pakson mutatta be augusztus 20-ai programsorozat részeként a legnépszerűbb magyar rockopera koncertváltozatát. Nagyon büszke vagyok a produkcióra, Szörényi Levente és Bródi János István a király című rockoperájának koncertváltozata. Másfél óra tömény, zene, látvány, nagyon komoly világítással, animációtechnikával, pirotechnikával, tűzijátékkal készültünk, úgyhogy én nagyon remélem, hogy egy fergeteges estét látnak majd a nézők. A rockopera legnagyobb slágerei szólalnak meg, a kiváló zenekar, fantasztikus énekes kollégák, színész kollégák tolmácsolásában, úgyhogy remélem, hogy egy kicsit itt megmozgatjuk az Ürgemezei parkot. Én azt hiszem, hogy egy Magyarországon működő előadónak, színházi embernek, ha az István a király rockoperához kötik a nevét, az egy óriási dolog, egy nagyon nagy megtiszteltetés. 2008-ban, most már 13-14 évvel ezelőtt megnyerhettem egy tehetségkutató műsort, amiben elnyertem a címszerepét, a rockopera jubileumi előadásának a címszerepét, és azóta tulajdonképpen az életem ehhez a darabhoz szorosan összekötődik, úgyhogy nekem a legtöbbet jelenti ez a rockopera. Azt hiszem, hogy Szörényi Levente fantasztikus zenéje, Bródi János elképesztő szövegei, az államalapítás, Szent István története, ez mindig megható és megrázó azoknak, akik nézik ezt az előadást. Én nagyon remélem, hogy ez a koncertváltozat, ahol a zene kerül a fókuszba, a középpontba, ez pedig egy igazi katarzis lesz majd mindenkinek. A rockoperához való kötődésem ugye a 25 éves jubileum kezdődött, aztán nagyon sokféle rendezésben, sokféle színpadreállításban játszottam. Most már koppányként is, az Operett Színházban éppen koppányként állok színpadra. Ennek a produkciónak rendezője, művészeti vezetője, producere vagyok. Most már több mint 100 000 néző előtt mutattuk be ezt a koncertet, úgyhogy én azt hiszem, hogy ma is itt több ezren leszünk, úgyhogy remélem, hogy együtt fogjuk énekelni a paksiakkal ezeket a fantasztikus slágereket. Most mutattuk be nyár elején a Csók király koncertet, ami a Hungária együttes dalaira épül, kiváló énekesekkel, zenekarral, táncosokkal, egy nagyon nagy show. Úgyhogy most ez az új produkciónk, készülünk már a jövő nyárra. Én nagyon remélem, hogy Paksra jövő nyáron ezzel a Csók király produkcióval eljutunk. Nekünk előadóknak a legfontosabb, hogy színpadra léphetünk. Másfél év borzalmas időszakon vagyunk túl. Én egy pillanatra nem álltam meg, nem tettem fel a lábam, nem gondoltam azt, hogy most itt vége az életünknek. Készültünk, dolgoztunk, talán annak is az eredménye, hogy itt lehetünk ma, és a nyár az ennyire tele van munkával, hogy egy pillanatra sem álltam meg az elmúlt másfél évben. Mindig mondtam, hogy ezt a kis örlángot, ami a művészetet, ami a bennünk lévő hitet fűti, azt nem szabad hagyni elaludni. Én nagyon remélem, hogy túl vagyunk ezen az időszakon, és most már dolgozhatunk, ahogy kell.